A Pápai Egyesített Labdarúgó Klub második alkalommal rendezte meg ünnepváró ajándékozással egybekötött labdarúgó teremtornáját, az Apuka Kupát. Az idei vetélkedésben 9 csapat vett részt, a győztes alakulat pedig a top 97 kollektíváját megelőzve a 2004-2005-ös korosztályt képviselő egyedek csapata lett. A bajnokság családias légkörben idén is sikeres volt, így szinte biztos, hogy jövőre lesz folytatás. A benevezett 9 csapatból 6 folytathatta a középdöntőben, ahol a két csoport körmérkőzése után az elsők a döntőben, a trió második helyezettjei a bronzmeccsen léphettek pályára. A legjobb 4 közé a vegyesvágott FC, az U16, a top 97 és az egyedek elnevezésű csapat jutott. A bronzmeccsen az U16 3-2-re győzte le a vegyesvágott FC-t. A döntőben a top 97, a 2004-2005-ös korosztály képviselő egyedek alakulatával találkozott. Sokáig úgy tűnt, hetes rugások következnek, ám az utolsó percben Kun Szabó Attila találatával az egyedek megszerezte a vezetést, egyenlíteni pedig már nem maradt idő. Hát nagyon nehezen álltunk össze, kevés játékossal játszottunk. A Lantai Balázsnak itt el is kellett menni a döntőre is, meg sajnálatos sérülés is történt, úgyhogy csere nélkül játszottuk végig a döntőt, de úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertük. Érdekesség, hogy a legtöbb meccset, minden meccset egynyúra nyertük, amikor nyertünk, meg egy döntetlen volt. De megérdemelt szerintem a sikerünk. Milyen tervekkel érkeztetek? Pusztán a játék öröméért jöttetek, vagy azért szeretetek volna éremmel hazautazni? Hát én szerintem csak a pusztán a játék öröméért érkeztünk. Nehéz csoportban is voltunk, sikerült a továbbjutás. Majd, hát onnan nem is kaptunk gólt, tehát hoztuk az 1-0-akat biztos védekezéssel, aztán egyszer csak a döntő, és ott a győzelem az utolsó percben. Így volt a legjobb. Ugye azt el kell mondani, hogy te szerezted a döntőben a gólt. Igen, hát a végén mentem fel az utolsó percben, inkább hátul voltam, volt egy szituáció a 8-9 méterre, befordítottam, és egy megpattanó lövéssel sikerült a győztes gólt megszerezni. Magát a kezdeményezést, az Apuka Kupát milyennek látod? Nagyon jó kezdeményezés. Kár, hogy több csapat nem indult, nehezen jöttek össze azért a csapatok. Más városban is van, ahogy hallottam, és ott is sikeres. Tehát jó, még több ilyen kezdeményezés kéne, nem csak fociban, hanem másféleképpen is a szülőket, meg a gyereket össze lehetne még hozni. A második Apuka Kupát tehát az egyedek nyerték meg a top 97 és az U16 előtt. A gólkirály 4 találattal a Vajdaóvi színeiben Kisslinger Balázs lett. A legjobb kapusnak Tauber Attilát választották, míg a legjobb játékos címét Németh Mihály kapta. A mérkőzések és az eredményhirdetés után ünnepváró ajándékozás következett, melyen az óvodai korosztályok és előkészítő korcsoportok ifjú futballpalántáinak apró ajándékokkal kedveskedtek. 9 csapat nevezett, és tényleg szeretnénk ezzel hagyományt teremteni. Tavaly valamivel többen voltunk, de ha 9 csapatot nagyjából 8-10 fővel megszózom, akkor is ma 90 apuka futott itt a pályán. Van, aki gyorsabban, van, aki kevésbé. És legalább ennyi gyermek szurkolt. Valakivel találkoztam a folyosón, és azt mondta nekem, hogy ugye nincs annál szebb élmény, ahogy gyerekeket látunk mosolyogni és szurkolni, és hát ennél tényleg kevesebb van. Egészen megható jelenetek voltak. Különösen az egyik csapat, ahol a szülők és a gyerekek is hajrá apa, hajrá apák feliratú pólókat gyártottak, vagy csináltattak. Úgyhogy róluk tényleg a legszebb szavakat tudom mondani, olyannyira, hogy le is fényképeztük őket, hogy holnap már a Perc honlapján ott lesznek. Azt hiszem, hogy ez, amiről én beszéltem korábban, hogy együvé szeretnék ebben tartozni, egy közösség szeretnék lenni, szeretnék szeretni a gyereket, szeretnék, ha ők is szeretnék a mozgást. Tavaly talán 3-nál több csapat volt, ez azt is jelentette, ha jól figyeltem, nagyon volt a szórás. Itt azért tényleg nagyon, nagyon szoros volt a mező, nagyon apró dolgokon múlott. És ebből az is következik, ami lehet, hogy nem annyira szimpatikus, hogy a küzdő jelleg miatt mindenki próbálta a győzelmet még a sportszerűség határa keresgetve, időnként az átlépve meg
megkeresni. Bevallom őszintén, volt egy olyan, ahol én magam is utólag a végig gondolok, akkor hát, szóval azt én, hogyha velem történik, akkor időhúzásnak minősítik. Szorosak voltak a mérkőzések, az utolsó meccs egy egészen fura szituációval dőlt el, amit nyilván teljesen máshogy látnak a vesztesek és a győztesek. Én most nem foglalhatok állást, bár van kialakult véleményem abban, hogy ebben kinek volt igaz ebben a vitában. Azt még lehet látni a színvonalon, azt gondolom, hogy azért az alsó korosztályok fiatal szülei rendkívül sokat és gyorsan tudnak futni. És aztán vannak ilyen 50 fölöttiek, mint én, akiknek ez a futás már leginkább csak vizuális élmény kezd lenni. Igyekszünk persze. Ezért volt, hogy a végére még a legjobb csapatok is elfáradtak. Viszont a leglabdaügyesebb csapatok kerültek a döntőbe, azt gondolom. Mert először még lehet pótolni lelkesedéssel és futással a labdaügyességet, de a végére, amikor kezd elfogyni a kraft, az erő, akkor az már fontos volt. Szerintem jó meccsek voltak, ahogy egyébként nem ebben foglalkozó, nem életvitelszerű sportoló apukáktól ez várható volt. Ugye a mai nap egy ünnepváró ajándékozással ért véget. Igen, ez is egy, most remélem, hogy hagyomány, több éve csináljuk, hogy a gyermekeket egy kis ajándékkal köszöntjük itt az advent időszakában, és talán azzal a három mondattal, hogy valamennyiüknek, nekik, a szüleiknek boldog és áldott karácsonyt kívánunk, és elmondtam itt ebben a rövid két mondatban, amit megfogalmaztam, hogy azt hiszem, hogy ezek azok a pillanatok az ember életére, amikor a hétköznapokhoz képest is kiemelt figyelemmel fordulunk egymás felé, és ezt kértem mindenkitől, hogy mindenki legyen egy picit angyal, és ne csak játssza az angyalt, hanem valóban legyen az, figyeljen a másikra, figyeljünk egymásra, mert ez nagyon fontos. A hétköznapokban is ilyenkor meg különösen érzékenyek vagyunk erre. Volt egy pici visszaesés a csapatok számát tekintve, de talán ez az első alkalomhoz képest nem is meglepő. Meg amúgy is úgy érzem itt az év vége felé, hogy egy elég zaklatott évünk volt, kezdve itt a felnőtt csapat kálváriájával és az utánpótlásban is sok minden olyan nehezen emészhető dolog történt, de azt gondolom, hogy lassan ebből lábalunk ki, és én úgy tervezem és úgy látom, hogy minden alap megvan arra, hogy azt gondoljuk, hogy a jövő évünk már egy picivel nyugodtabb lesz, talán meg még a tavaszunk is. Figyeltem az eredményeket, nagyon szoros mérkőzések voltak. Ennek örülök, ez azt jelenti, hogy és én azt gondolom, hogy azért voltak szorosak, mert hogy egyforma erős és nem egyforma gyenge csapatok voltak. A szülők talán készültek is, sőt, hát látszik, hogy ezek a kis közösségek önállóan működnek, és kell, hogy működjenek. Volt, akik mezeket csináltattak a mai alkalomra. Biztos, hogy az ilyen alkalmak kellenek, hogy összekovácsoljanak egy-egy ilyen kis társaságot. És ezt nem titkoltam, én ezt abszolút úgy gondolom, hogy mi, mint egyesület, akkor tudunk működni, ha ezek a csapatok, ez a 15 versenykorcsoport egy-egy kis közösséget alkot, és azzal az erővel bír, ami aztán a nagy egészet is összetartja. Mi ott bármit próbálunk csinálni, rendezni, fölülről jövő, sose olyan, mint hogyha alulról szerveződnek ezek a dolgok. Ugye idén 20 éves az egyesület, erről már korábban beszéltünk. Hogy látod, hogy sikerült a jubileumi évetek? Hát megint csak azt kell mondanom, hogy sok mindent elterveztünk, ami aztán az ismert okok miatt egy kicsit azt gondolom, hogy késni fog. Ezt az évet több rendezvényel gondoltuk megünnepelni. Ezeknek egy része át fog csúszni a következő évre. Gondolok itt arra, hogy a 20. évre tervezett, megvalósítandó fejlesztések egy része átcsúszik a következő tavaszra, akár a kisméretű pályák, akár pedig a játékosok teljes felszerelése. De szeretnénk tovább növelni ezt a közösséget, vagyis legalábbis a közösség összetartó erejét, és mindenképpen szeretnénk a báli szezonban egy perces bált is rendezni. Valamint készül egy kiadvány, ami szintén a jövő tavaszra csúszik majd át. December 16-án a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központban rendezik meg a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát, melynek az a célja, hogy a rászorulók ünnepét szebbé varázsolják. A rendezvényt a Delta IS Egyesület is támogatja, hiszen a tagok játékokat, sportszereket, könyveket, plüssfigurákat gyűjtöttek, melyeket az elmúlt hétvégén adtak át a Civil Service Egyesületnek.
A Delta IASZ Egyesület minden évben részt vesz valamilyen karitatív tevékenységben. Idén a hátrányos helyzetű gyermekeket igyekeztek segíteni. Az összegyűjtött felajánlások két asztalon is alig fértek el. Az egyesület tagjai remélik, hogy az ajándékokkal szebbé tudják varázsolni a picik ünnepét. Az egyesületünk nem csak a sporttevékenység terén és a családsegítés terén küzd évek során, hanem részt veszünk minden évben valamiféle karitatív tevékenységben. A tavalyi évben a mozgássérülteket segítettük fönn az adventi vásárba, idei évben viszont a civil szerviz keresett meg bennünket azzal, hogy az önkormányzat és a IMK szervezésében a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonya című rendezvényre szükség lenne játék, könyv és gyermek holmik adományozására. Ez a dolog megérintett bennünket annál is fogva, mivel egyesületünk utánpótlás csapata a városunk gyermekeiből tevődik ki, és nagyon szép eredményeket érnek el. Ennél fogva egyesületi tagságnak meghirdetve létrejött egy kis csapat, amely az itt a hátam mögött látható gyermekjátékokat, ajándékokat összeszedte erre a célra. Gyakorlatilag 149 darab könyv, játék, sportszer és egyéb plusz figura jött össze, amelyeket adományoznánk erre a célra. Valamint, amikor elindult ez a gyűjtési akció, bekerültek a képbe felnőtt ruhák is. Na most erre a rendezvényre ezeket a ruhákat nem tartottuk ildomosnak behozni, viszont december 10-én ezt a Pápaváros önkormányzatának egyesített szociális intézményei családsegítő szolgálatának átadtuk. Ez egy 70 tételből álló ruha adomány. Nagyon reméljük, hogy ezek az adományok is olyan kezekbe fognak kerülni, ahol jó szolgálatot tesznek. Hamar sikerült összegyűjteni a mögötted látható dolgokat? Gyakorlatilag azt tudom nektek mondani, hogy ez a termés, ami itt az asztalon van, és amit átadtunk az eszinek, az egy két hetes munkának a gyümölcse. Én úgy gondolom, hogy ha kicsit korábban tudunk róla, vagy egy kicsit hosszabb ez az időszak, akkor még talán meg tudtuk volna fejelni ezt a dolgot, de úgy érzem, hogy egyesületünk ezzel nem val szégyent, hiszen a városban lévő bármelyik egyesület ilyen mennyiségű adományt be tudna hozni, akkor szerintem nagyon szép karácsonyok lennének ezeknek a gyerekeknek. Tehát akkor ennek jövőre lesz folytatása is? Természetesen, egyesületünk elkötelezett ilyen téren is, és minden évben valamilyen karitatív célú tevékenység mögé odállunk. Az ajándékokat Kolóványi Attila alelnök mellett Süle István elnök és Németh Gabriella egyesületi tagadta át a civil szerviz képviselőjének, aki nagyon hálás volt a kezdeményezésért. Nagyon nagy örömmel fogadtuk, hogy van egy olyan civil szervezet, aki ennyire mellénk áll. A mi egyesületünk, a Civil Szerviz Egyesület már harmadik éve vesz részt a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonya című rendezvénybe, ami a Jókai Mór Művelődési Központnak a kezdeményezése, és a pápai önkormányzat is támogatja, illetve egy-két vállalkozó is édességgel és egyéb adományokkal emeli az akció mellé áll. A mi egyesületünk 3 éve vesz részt ebbe a gyűjtésbe, elsősorban a plusz figurák, mesefigurákat gyűjtünk a gyerekeknek, az ajándékcsomagolásokba is részt veszünk, illetve ez évben, december 16-án szerdán fogják a gyerekek megkapni a csomagokat egy rövid kis műsor keretében, amit a színház épületbe tekinthetnek meg. Önnek akkor már van tapasztalata, hogy a gyermekek hogy fogadják az adományokat? Mit tud erről elmondani? Nagyon-nagyon örülnek. Van, aki a szülőkkel érkezik, vannak olyan gyerekek, akik csoportosan a tanintézményből, illetve az óvodából jönnek hozzánk. A műsorra legalábbis ők így vannak meghívva és meginvitálva, hogy egy rövid karácsonyi műsorra, és utána hatalmas nagy meglepetés számukra az, hogy amikor jönnek ki, akkor a kis kezükbe különböző mesekönyveket, plusz figurákat, édességet, illetve a kis iskolások tanszer csomagot kapnak. A Delta IASZ Egyesület, mert kik azok, akik még önöket támogatják? Nagyon sok magánember is hozott be hozzánk adományt, vidéki idősek volt, aki csak ezért jött be ide Pápára, és vett apróságokat, hogy hozzánk behozza, illetve két civil szervezet van, aki még az IASZokon kívül mellénk állt, de hát a legjelentősebb mennyiséget a Delta IASZ Szövetség hozta. Az ajándékokat december 16-án kapják meg a gyerekek. A Pápai Küzdősport Centrum 5. alkalommal adott otthont a Life Train elnevezésű jiu-jitsu edzésnek. A közös tréning 2x8x6 percben, gíben és no-gíben zajlott.
melyet többen már a januári Európa-bajnoki felkészülésükbe is beleillesztettek. A meghívott vendég ezúttal Szűcs Kristóf, világ- és Európa-bajnok volt, a foglalkozásokon közel 30-an vettek részt. Ezúttal is népes csapat gyűlt össze a dojóban, ahol egy világbajnoktól is lehetett néhány dolgot ellesni. A házigazda Mihály Fiákos elmondta, a nap célja, hogy az EB résztvevők fel tudják mérni, hol tartanak a felkészülésben. Akik pedig nem indulnak a kontinens viadalon, jó gyakorlási lehetőség a délután. Évvége van, ugye mindenki fáradt ilyenkor már, nagyon sokan közülünk készülnek az Európa-bajnokságra, ami január 20-ától 25-ig lesz szintén Lisszabon, Portugáliába. Ez egy pici ilyen felmérés, hogy hol tartanak az emberek, hol tartanak a versenyzők, plusz egy ilyen úgymond a Gracie Barrának és a brazil jiu-jitsusoknak egy ilyen kis összetartó meeting ez az egész egy sportba látkozva. Ki a meghívott vendég ma? A meghívott vendégünk a Szűcs Kristóf, tavaly évben a brazil jiu-jitsu világbajnokságon aranyérmet szerzett. Azóta idén, amilyen versenyen elindult, az egyik nemzetközi kivételével minden versenyen érmet hozott, mindenhol első volt, az abszolútokat megnyerte. A Kristófnak hatalmas nagy tudása van abból is, hogy kint volt Brazíliában egy 3 hónapos edzőtáborban, ahol nagyon komoly anyagot szívott magába, és a Kristóf magába is egy olyan egyéniség itt a brazil jiu-jitsu társadalomban, ami nekünk egy fénypont lesz a mai nap. Legjobb eredményem az a tavalyi évben egy világbajnoki aranyérem, illetve Európa bajnok is voltam kétszer, ezen kívül sokszoros magyar bajnok, szlovák bajnok és a többi. Igazából nem egy ilyen szemináriumszerűségre készültem, hogy most technikákat fogok mutogatni. Valószínűleg persze, hogyha valaki odajön és kérdez tőlem valamit, akkor nagyon szívesen segítek. Egyébként azért jöttem én is, hogy edzek a srácokkal, tehát ez gíben és nógiben 8x6 perc küzdelmet fogunk lenyomni a srácokkal. Mihály Fiákossal honnan a kapcsolat? Ez a klubból természetesen. Tervek a jövőre nézve? A jövő évre is a VB aranyérmet célzom meg, illetve most januárban lesz az Európa-bajnokság Lisszabonban, erre 2 hét múlva kezdem a felkészülést. Ha minden egyes klubtól, akiket meghívtam, akik jelezték, hogy meg is érkeznek, akkor körülbelül 40-en remélem, hogy összegyűlünk. 2-kor megpróbáljuk pontosan elkezdeni a rendezvényt, egy közös bemelegítés, és utána elkezdjük a gis, tehát a ruhába, az edzőruhába a küzdelmeket, ez 8-6 percben, egy kis szösszenet, kis pihenés, és utána megpróbáljuk a nógit is ugyan 8-6 percben összerakni, összeállítani. Most már lassan itt az év végéig, beszéljünk az idei esztendőtökről, hogy sikerült, mennyire vagy elégedett. Így az év végén gondolom, majd ti is átgondolkodtok, hogy mennyire sikerült megvalósítani a terveket. Igazából visszanyúlnék picit az én múltamhoz, ugye nekem van egy kis fekete pontok az életemben a korábbi éveimből. Nekem körülbelül 10 évben betellett az, amint, hogy újra fölhozok egy egzisztenciát magammal kapcsolatban, beletettem az energiámat minden egyes fórumon ugye a sportba. Én megpróbáltam ugye tanítványokat, megpróbáltam ugye srácokat képezni. Nagyon sok visszajelzés jött negatív dologba, hogy én milyen voltam, hogy én mit rendetlenkedtem, mit nem rendetlenkedtem. Ez a múlt. Próbálunk ugye mindenkinek elmondani, hogy ezek a dolgokra én soha nem voltam büszke, ez sajnos az én életemnek a része, ezt én elfogadtam, mint mindenki másnak el kéne fogadni, és ebből tettem én egy teljesen új lapot az életembe, és ugye elkezdtük csinálni a sportot, ugye az állóharcot próbáltam oktatni, úgy, ahogy ment, voltak súródások, voltak egyéb salakak, amik nem tudtam én igazából úgymond benyelni, megismerkedtem ebből a brazil jiu-jitsuval. A brazil jiu-jitsu nekem egy teljesen más életet adott, teljesen más éles stílust adott a mindennapjaimban. Tanítványok jöttek, mentek, egy kis mag megmaradt. Lehet, hogy egy picit nagyképpen hangzik, jó múltkorában egy riportban említettem, hogy soha nem a mester keresi a tanítványokat, hanem a tanítvány keresi a mestert. Én nem szeretném soha azt, hogy engem mesternek szólítsanak. Én egy oktató vagyok, egy most jelen pillanatban instruktor, és azok a gyerekek, akik nálam vannak, azoknak a fejlődését minden egyes edzésen, minden egyes hónapban én lemérem, és megnézem, hogy hol tartunk. Én nem tudok úgy globálisan beszélni arról, hogy a Ronin HSE, Gracie Barra pápa, brazil jiu-jitsusok milyen eredményeket értek el. Nem nagyon járunk versenyre, mivel hogy nem versenyorientált jelen pillanatban még ez a klub. Van egy standard embertünk, a Rőt Ricsi, aki nagyon-nagyon ügyes és nagyon-nagyon nagy tehetség a judo múltjából kifolyólag a brazil jiu-jitsuhoz. Itt az Éba Global Grappling, amin elindult ott azért hozta is a formát. Januárban úgy néz ki, hogy már 100%-osan összeállt, hogy ő is jön ki az Európa-bajnokságra, és igazából nekünk az, ami a zárás lenne, az igazából egy nyitás ugye a jövő évben az Európa-bajnokságra. És igazából az egész globálisan összefogva, én ezért szeretném azt, hogy
maga a brazil jiu-jitsu itt Pápán, amit csinálunk, az egy értékadó legyen, egy érték legyen mindenki számára, aki ezt elkezdi csinálni, vagy csinálja. Hál' Istennek, Mosonmagyarországra járok most már fel edzést tartani, nagyon jó kis barátomékhoz, brazil jiu-jitsut. Győrbe járunk át a Kókai Gabiékhoz földharcot oktatni, úgy néz ki, ott is megcsinálják a Gracie Barra Győr iskolát. Tehát visszajelzések jönnek. Tehát nem egy egyik napról a másikra az, hogy valaki megváltozik sportterén, elfogadja a tudást, elfogadja a jó dolgokat, ugyanezon a magánéletben. Tehát nekem kellett egy 10 év, hogy átváltozzak, megváltozzon a dolgok magam olvasatába, és ugyan itt van a sportban. Tehát most már lassan 4. éve, hogy csináljuk itt Pápán, és most jött el annak az ideje, hogy a gyümölcsök beérjenek. Beszéljünk akkor a következő feladatról, amit te is említettél, hogy a Portugáliába fogtok majd utazni. Bármi elvárás van-e, hogy készültök, sikerül addigra a formát a csúcsra járatni? Nekem volt a héten egy golomba terhelésem, egy 11 edzést csináltam meg péntekig a héten. Ugye most csinálnak megint egy bevesszük ezt egynek, egy másfél órás töményedzésnek. A Ricsinek én összeállítottam egy súlyzós edzést és egy futós részt. Annak most szerintem az a közepénél tarthat. Erőálló képessége nagyon jó. A kajára kéne igazából még odafigyelni. Nekem a második hét van most igazából a felkészülésbe. Nem tudok még most jelen pillanat mit mondani, hogy hol tartunk, mit csinálunk a versenyen majd. Én nekem érem. Tehát ügy voltam a világbajnoksággal is, hogy szerettem volna dobogos helyezést elérni. Ezt ugye a korábbi riportban mondtam, hogy én ezt elrontottam, tehát fejben nem voltam ott, tehát egy perc alatt nehéz, tehát egy perc alatt nem szabad elveszíteni egy mérkőzést, főleg egy nyert meccset. Az Európa-bajnokságra én úgy megyek ki, hogy a teljes nyugalommal akarok kimenni. Tehát nem szeretnék már stresszelni az, hogy most jön a verseny, ezt nem is akarom megnézni az ellenfeleket. Beleteszem a munkát, felkészülök, és fölmegyek, és azt csinálom, amit tudok. De nem akarom taktikázni már, az semmilyen téren nem. Mihály Fiákos EB szerepléséről a közeljövőben természetesen beszámolunk. A kosárlabda NB1B-ben szereplő Concordia Motax KC Pápa csapata nem csak a B csoportban, hanem az utánpótlás bajnokságokban is pályára lép hétről hétre. A klub kötelezően 4 korosztályt indított, a fiatalok az U20-as, U18-as, U16-os és U14-es pontvadászatban pattogtatják a labdát, de az Egyesület további 2 csapat elindítását is tervezi. Az év végéhez közeledve az utánpótlás kérdést vettük górcső alá. Az utánpótlás bajnokságban ott jártunk, hogy a pápaiak Nagykanizsával mérkőztek meg. A bajnoki kapcsán Vajda Balást a pápai kosárlabda utánpótlásáról kérdeztük. Csak úgy, ahogyan az előző években is, az NB1B-s csapatoknak U20-as csapat, ami lényegében az előszobája a felnőttnek, U20-as csapatot kell versenyeztetni, és innentől lefele U18, U16, U14 azok, amelyek kötelező korosztályok. Ezen kívül még terve van véve az Egyesületnél egy U12-es és egy U11-es csapat indítása, mint előkészítő csoport, egy felkészítő részleg a következő U14-U16-os bajnokságokra. Ez reményeink szerint januárban fog elindulni, és első körben edzéseket, megyei mérkőzéseket, majd pedig megyei bajnokságokat szeretnénk szervezni, rendezni nekik együttműködésben a megye több csapatával, illetve magával a Veszprém megyei kosárlabda szövetséggel. Visszatérve az Egyesületre, ugye ezeknél a csapatoknál különböző edzőkkel, különböző időpontokban folynak a munkák heti rendszerességgel. Mindegyikük a Nemzeti Utánpótlás Bajnokság regionális szakaszában versenyez. Ki szeretném emelni az U18-as csapatnál 2 csoportban is tudnak versenyezni a srácok. Volt rá lehetőség, vagyunk annyian és vagyunk minőségben is úgy, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, és lényegében a meghatározó gerincét az U20-as csapatnak ez a korosztály adja, ami én úgy gondolom, hogy a jövőre nézve azért megnyugvással töltet el minket, hogy ebből a korosztályból lehet majd meríteni akár a felnőtt csapathoz is 1-2 éven belül, azért az nagy eredmény lenne. Az eredményességet tekintve, ugye itt az utánpótlásnál kicsit nehéz, én mindig azt szoktam mondani, hogy nem az eredményességet kell nézni, hanem azt kell, hogy a srácok, a gyerekek, mind csapat, mind egyéni szinten saját magukhoz képest hol tartanak egy-egy mérkőzésen.
és hát akár egy héten belül is változhat nagyon a forma, attól függően, hogy éppen milyen lábbal keltek ki, ez tényleg így van. Az a cél, hogy minél kiegyensúlyozottabbak legyenek, és ezzel párhuzamosan fejlődjenek. Az U14-es, U16-os korosztályban vannak szép eredmények, szép győzelmek, de sajnos nem várt vereségek is, de egyértelműen, ahogyan itt nézzük a munkát és figyeljük, azért látható a fejlődés, de még egyszer ki kell emelnem, hogy itt ezen a mérkőzésen most is vagytok az U14-es korosztály, ami alapvetően jelen pillanatban nagyon meghatározó. Úgyhogy szeretnénk, hogyha a többi korcsoport is ebből a mérkőzéseikre kilátogatva erőt merítenének, és megpróbálnak egyre inkább közelíteni majd feléjük. De gondolom azért a fejlődés mellett nyilván az eredményeket is figyelitek, ebben a tekintetben hogy álltok? Persze, figyeljük az eredményeket is. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyik korcsoportban az adott régió középmezőnyében vagyunk, sőt az úgynevezett B csapat, amit majd most fogtok látni, ők az élmezőnyhöz is tartoznak ebben a csoportban, de nagyon nagy körbeverések vannak, tehát ilyeneket talán még én nem is tapasztaltam az elmúlt években. Hát ez attól is függ, ugye, hogy a többi csapatnál is látható, hogy a gyerekek nagyon-nagyon sok fronton versenyeznek. Itt nálunk is van olyan, aki, ha úgy jön összeheti, 2-3 tétmeccset is játszik, és attól függ, hogy iskolai, illetve egyéb más elfoglaltság mellett hogyan tudja elvállalni, hogyan tudnak idegenben utazni, ez meghatározza az adott csapatot is. De még egyszer mondom, hogy az eredményességben abszolút ezek a jelenlegi csapatok az elvárásaink szerint megfelelően szerepelnek. Mik a tervek a következő esztendőben, akár megyei szinten is? Igen, hát a megyével most már több éve van egy nagyon fontos együttműködés. Én, mint megyei utánpótlás referens, szoros együttműködésben dolgozom a Veszprém megyei kosárlabda szövetség főtitkárával, illetve az adott régió kosárlabda vezetőivel. Nagyon-nagyon örömteli, hogy több olyan régiót is sikerült újraéleszteni, sőt új régiót is behozni a megyei kosárlabda palettára, ami eddig nem volt. Ővelük sikerült létrehoznunk az idén egy U14-es bajnokságot, amiben a gyerekek, a mi gyerekeink is szerepelni fognak, illetve egy elég széles bázisú, alapvetően általános iskolákra támaszkodó U12-es bajnokságot. Ez az MKOS támogatásával, közreműködésével zajlik. Nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekeknek minél több játék lehetőséget biztosítsunk, és nekünk is a célunk az, ha már egy kicsit vissza lehet térni az egyesületi szintre, hogy ezekben az U11, U12-es bajnokságban ne csak általános iskolai, hanem majd egyesületi szinten is legyen annyi gyerek, hogy egyesületi szinten is be lehessen kapcsolódni, és akár nem csak kettő, hanem akár több régiót is tudjunk indítani, bár azért ezt megjegyezném, hogy ahhoz képest, hogy az előző években megyei bajnokságról beszélünk, az U12-es bajnokságban két régiós bajnokságot tudtunk elindítani megyén belül, ami nagyon nagy eredmény. Az egyesületen belül pedig az lenne még nagyobb eredmény, hogyha, amit már említettem, a felkészítő csoportot januárban minél több gyerkőccel el tudnánk kezdeni. Úgyhogy itt is szeretném kihangsúlyozni, hogy aki szereti, érez affinitást magába a kosárlabda iránt, és akár szülő, akár gyerek, keressen nyugodtan meg bennünket. Januártól most már meg lesznek a feltételek ahhoz, mint tárgyi eszköz, mint terem, mind anyagi lehetőségek arra, hogy elindítsuk ezeket a csoportokat, és szeretettel várjuk a gyerekeket. Milyennek látod a fiatalok hozzáállását a kosárlabdához, mennyire kitartóak? Én úgy gondolom, hogy a mai világban, ami egy eléggé felgyorsult, és hát egy kicsit az internet, a tévézés, bár most már a tévézés annyira nem is mondanám, inkább az internet és a Facebook, amit ki kell ugye emelni, ez nagyon-nagyon pörög most. Ahhoz képest, ahol vannak a korcsoportban az egyéb más gyerekek, akikkel így találkozunk, én úgy gondolom, hogy a mi nálunk megfelelő a hozzáállás. Természetesen ehhez azért nagyon-nagyon sokat kell dolgozni azoknak az edzőknek és a klub körül dolgozóknak, illetve a szülőknek is, hogy a gyerekek jöjjenek edzésre, csinálják a dolgukat, mert enélkül azért nem megy. Tehát az a elvünk is valamilyen szinten, hogy a gyerekek nem szabad egy pillanatra sem magukra hagyni, mert nagyon-nagyon könnyen, úgymond a könnyebb irányba el tudnak térülni. De én eddig a szülőkkel is abszolút csak pozitív együttműködésről tudok beszámolni. Jó kis társaságokat sikerült összehozni. Vannak természetesen kisebb-nagyobb buktatók benne, de eddig még mindegyiket meg tudtuk oldani. A Kanizsa elleni junior mérkőzésen a hazaiak többször is vezettek. A hajrá azonban a vendégeké lett, így ők gazdagodtak a bajnoki pontokkal.
A nagy sikerű Mega Force Dance Cup másnapján a Black Bunny Rock'n'Roll Club nyugat-dunántúli akrobatikus rock'n'roll táncversenyt rendezett a sportcsarnokban. Az elsősorban az utánpótlásnak rendezett megmérettetésen 11 kategóriában pontozott a zsűri, a pápaiak 3 párossal és 2 formációval képviseltették magukat. A hazaiak remekül szerepeltek, hiszen mindenki döntőbe jutott. Az előbb látott Nagy Anna, Péter Lilla, Völgyi Tina trió a Black Bunny színeiben első helyen végzett, de nem ők voltak az egyetlenek, akik pápai színekben közönség elé léptek. A kupán már a legkisebbek is versenyzési lehetőséghez jutottak, ami tapasztalatszerzésnek sem volt utolsó. Elég fáradtak vagyunk, ebben igazad van. Tehát igazából előtte 2 hónap a nehéz, 2 hónapig dolgoztunk így a 2 versenyen egyben. Ez nyugat-dunántúli verseny, tehát rengeteg helyről jöttek, azért nem tudom ezt így pontosan megmondani, mert egyesületnek falukban is vannak kihelyezett csoportjai, tehát Kámon, Öböl, Szelestek, Kőszeg, Szombathely, Hévíz, tehát ezek a területek, itt nyilván mi is, tehát így erről a területről vannak klubok, és 11 kategória van. Igazából ez arra szolgál, hogy az utánpótlását nevelje és motiválja a gyereket. Tehát itt nem az országos szövetség szerinti szabályok vannak, hanem olyan szabályok vannak, amit az edzők alkottak azért, hogy Molnár Nóra, a Szombathelyi Egyesület vezetője találta ki, és azért, hogy a gyerekek, akik még nem versenyeznek pontszerzőn, felkészüljenek a pontszerzőre, és ezáltal a nyugati régió erősebb legyen. Pápaiak mennyien vannak, és hogy szerepeltek eddig? Mi 5 párossal, illetve formációval indultunk. Péter Ákos és Varga Ramona Linda volt mini párosba, pont most volt a helyre pontozás, ők megnyerték. Trióban pedig Nagy Anna, Péter Lila, Völgyi Tina voltak, ők is megnyerték. Úgyhogy most még készülünk 1 formációval és 2 lány duóval. Hát nekik még ugye nem volt, még most mindjárt kezdik a versenyt. Tőlük mit vársz? Igazából nem tudom, mert az, hogy meg kéne néznem előbb a mezőnyt, hogy lássam, hogy milyen. Nem szoktam tőlük, én mindig azt mondom, hogy nem várok semmit, önmagukat múlják felül, én mindig ezt szoktam mondani, és ha magukból hozzák ki a legtöbbet, de akkor se foglalkozunk a többiekkel, hanem táncolják ki azt, amit tudnak, és én ennyit várok. Ezek a versenyek nem szoktak csarnokba lenni, tehát most azt néztük a gyerekeken, hogy mondjuk a miénkek hozzászoktak a csarnokhoz, itt azért nálunk gyakran van verseny, de soknak itt nagy a csarnok, és így nehezen osztják be a teret, de nagyon-nagyon ügyesek az ovis kategóriások is, tehát egyre színvonalasabb az utánpótlás, de hát ez a célja ennek a versenynek. Ugye most már itt van lassan az év vége, kicsikét beszéljünk akkor az idei esztendőtökről is, mennyire volt sikeres, miket emelnél ki? 3 versenypárosunk, akikkel Nagy András dolgozott, Erdős Levente és Sebestyé Hanna children kategóriában, Tibor Márton, Tibor Eszter junior kategóriában, és Petri Mário Tompa Anett felnőtt B kategóriában, ugye ők indultak országos versenyeken, és mindannyian nagyon ügyesek voltak, Marciék indultak a világbajnokságon is, ugye Márióék pedig olyan osztályban vannak, amiből kevés van az országban, és ugye én pedig az utánpótlással dolgozom most rengeteget, hiszen anélkül nem lesz jövőnk, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos az is. Mi várható a következő évben? Most jövő héten még edzünk, utána 2 héttel jön szünet mindenkinek, azért elég fárasztó évünk volt, és utána elkezdünk, hát már elkezdtünk, de folytatjuk a gálára való felkészülést. A pápaiak kiválóan szerepeltek, hiszen az összes hazai nevező döntőt táncolhatott. Péter Ákos és Varga Ramona Linda mini kategóriában első lett. A Völgyi Tina, Nagy Anna, Péter Lilla trió szintén megnyerte kategóriáját. Horváth Tifaninak és Katona Stellának életük első versenyén a 7. helyet sikerült elérniük. A Fearless Line formáció pedig épp hogy lecsúszott a 3. helyről. Idei utolsó hazai találkozóján az Alba Regiát látta vendégül a Bakony Erdő pápa csapata.
Az országos serdülő kézilabda bajnokság 15. fordulóját jó formában várták a házigazdák. Legutóbbi két mérkőzésüket győztesen vívták meg, így a fehérváriak ellen is joggal reménykedhettek az újabb diadalban. A hétközi fordulóban kicsit döcögős kezdés után végül 24-22-es győzelmet aratott a Bakonyerdő Pápa csapata. A pápai fiatalok az utolsó percekben fordították maguk javára a találkozót, így a piros mezesek joggal örülhettek a lefújás után. A serdülőedző karrierem csúcsát játszottuk ma, még hogyha nem is most hoztuk elő a legjobb játékot, de most voltunk a legtaktikusabbak és a legfegyelmezettebbek. Talán ezért is jár a legnagyobb gratula a csapatomnak, hiszen ilyen kis létszámmal ekkora bravúrokat, mint amit itt a két hétben elértünk, azt gondolom, hogy ez ember feletti, és nem csak hazabeszélve, nem csak pápai szinten ez, én azt gondolom, hogy ezt megsüvegelheti más csapat is. A fiatalok példaértékűen küzdenek, hatalmas lelkiismerettel és óriási taktikai fegyelemmel, ami serdülő gyerekektől azt gondolom, hogy páratlan. Mondtam az öltözőben, hogy kevés gólos csata, tudtuk, hogy a Fehérvár jól védekezik, de nekünk is ez az erősségünk. Bármilyen furcsa és apró termetű játékosok vagyunk ugyan, de nagyon jól kezeljük a belső hármas kapcsolatot. És ez is döntött. Az első fél időt remekül lehoztuk, 10-8 volt, ha jól emlékszem, tehát két gól volt. Volt köztem, mondtam nekik, hogy ha kevés gólon tudjuk tartani az ellenfelet, akkor lesz sikerünk. Bár a második fél időre egy kicsit felengedtünk, és viszonylag egy adok-kapok zajlott, de mi voltunk a taktikusabbak, az ember előnyöket szépen kihasználtuk, az úgymond pontszerző a szoros emberfogásból is remekül jött ki, labdabiztosak voltak a srácok. Ez nem az egyén, ez a klasszikus csapat sikere volt. A kapuson még tegnap beteg volt, de tudta vállalni a játékot. Ezen kívül mindenki, aki itt volt ma, rengeteget tett hozzá, még hogyha mindenki nem is került most pályára. A hétről hétre az a munka, amit ezek a srácok együtt végeznek, ez az eredménye. Talán nem lett volna ennyire szoros, hogyha ugye a 7 méteresek bemennek. Valóban, pedig bármilyen furcsa gyakoroltuk. Az a helyzet, hogy, és most hadd védjem meg a játékosaimat, a könnyű gólszerzés ott maradt el, és ott hibáztunk rengeteget, hogy ez a két hét nagyon megviselt minket fizikailag, és a gyerekek olyan izomlázzal játszanak, és annyira be vannak kötve a vállizületek, hogy sajnos nem annyira mozgolódtak. A heteseknél nem tudtuk úgy megmozgatni a kapust. Hozzátenném, hogy a vendégek kapusa kiváló teljesítmény nyújtott, tehát nehezen találtuk az ellenszerét az elején, mert lefelé nagyon jól védett, de hála Isten ebből a betöréses játékból azért az ígyszereket ő is nehezebben hárította, de megnehezítette a dolgunkat. Igen, a 7 méteres be kell lőni, remélem, hogy ezen az úgymond sérüléses, betegséges, izomlázas szakaszon most túl leszünk, még egy mérkőzésünk van idén, bár az OSB bajnokság nem áll meg, de mégis egy kis karácsonyi beigli szünet jót tesz a srácoknak, és akkor innen tudjuk folytatni, remélhetőleg ilyen eredményesen. Akkor beszéljünk is erről a találkozóról, hogy ugye Veszprémbe fogtok utazni, három győztes mérkőzésen vagytok túl, meg lehet a negyedik is? Nagyon reméljük, ez a Fehérvárot 6-tal tudott nyerni, persze minden meccs más és más, tehát így nem számolhatunk. Volt olyan meccsünk, amire azt mondom, hogy bravúr győzelem, és mi sem gondoltuk volna. A Füredet azt már erőből, ugye egymás utáni napon játszottuk a két meccset, hatalmas fizikai igénybevétel a srácoknak, de erőből meg tudtuk oldani. Ma taktikusan tudtunk játszani, nekem az, hogy az MKB2 ellen ezekből melyiket választjuk, mindegy. Az esély adott, én úgy gondolom, hogy van akkor a lendület és motiváció a srácokból, hogy akár nyerhetünk is. Idegenben, Veszprémben nagyon nehéz nyerni, bár a juniorokkal is sikerült, mire sikerülhetne most is. A tollaslabda sportág népszerűsítése és a versenyzési lehetőség biztosítása mellett a megyei döntőn való részvétel volt a tétje a városi tollaslabda bajnokságnak. A Vörös Iskola tornatermében két kategóriában 6 korcsoportban rendezték meg a küzdelmeket, melyre a legtöbb versenyzőt a házigazda iskola adta. A megyeire a kategóriák legjobb 4 helyezettje készülhet.
Az első és hatodik korcsoportos fiúknál nem volt induló, ennek ellenére is 40 fős mezőn gyűlt össze a bajnokságra. A Vörös iskola mellett a Szent István, a Petőfi, a Tűr, Pápa Kovácsi, a Batthyányi és a Közgáz színeiben is volt induló. Úgy gondolom, hogy a városi bajnokságnak megfelelő mezőn gyűlt össze, a zömét az indulóknak a Vörös Sándor általános iskola tanulói teszik ki, de vannak más iskolából is, akik járnak ide hozzánk tollasabb edzés a Kirándi Ásfot Egyesületbe, illetve a középiskolások is visszajöttek néhányan a városi vetélkedőre ismét. Vannak sajnos lyukas korosztályok, ez a legkisebb fiúknál, illetve a legnagyobb fiúknál mutatkozik. A legnagyobb fiúknál volt róla szó, hogy lesz induló, de aztán mégsem jelent meg a versenyen. A mezőny erősségéről azt lehet mondani, hogy vannak itt a tavalyi diákolimpián diákolimpiai bajnokok, diákolimpiai országos második helyezettek, tehát azok, akik a nyomukba szeretnének érni, nagyon fel kell, hogy kössék az alsó neműt, hiszen nagyon komoly ellenfelekkel kell megmérkőzni. Én azt hiszem, hogy a legtöbb korosztályban így a harmadik, negyedik hely az, amit a gyerekek nagyobb része kitűzhet magának. Az első két hely szerintem sok korosztályban eléggé meghatározott. Melyik korosztályban várod a legnagyobb vetélkedést a helyekért? Hát ezt nagyon nehéz megmondani, lévén, hogy a legjobbak, ahogyan mondtam, az országos döntőn is nagyon jól szerepeltek a tavalyi évben, és így mögöttük van veszekedés. Hogy most éppen melyik gyereknek hogyan lesz a mai délutánon sikere, vagy hogyan lesz sikertelen, ezt nagyon nehéz megmondani. Itt a legjobb négy helyet kell elcsípni ahhoz, hogy a megyei döntőn indulhasson valaki. Nem olyan sok korosztályban vagyunk többen, mint négy, mert én sem nagyon hoztam el azokat a gyerekeket, akik a helyi házi bajnokságon nem úgy teljesítettek. Hát ahhoz el kell érni egy szintet, hogy itt az én tanítványaim közül a városi versenyen indulhassanak. Én nagyon remélem, hogy az a négy-öt gyerek, aki eljött ma, az a tudása szerinti sorrendet fogja kialakítani, és majd a legjobb négy indulhat januárban a megyei bajnokságon. Hogy a legnagyobb létszámú mezőnyről beszéljek inkább, mint a legnagyobb vetélkedés, az most a harmadik korcsoportos fiúknál jött össze. Itt két csoportban küzdenek a gyerekek, majd a két csoportból két főtáblás helyre jutnak a két főtáblára sorolt jobb képességű gyerek mellé, és így alakul ki a legjobb négy mezőnye. A szezon már elindult október közepén, ugye a dunántúli körversenyünk első állomása volt Segesden, ott két korosztály versenyzett, nagyon szép eredményeket értek el a gyerekek, hiszen egy korcsoport kivételével megnyertük a másik hármat. A nagy küzdelemben a negyedik korcsoportos fiúknál második helyet tudtunk elhozni. Itt a legeredményesebb versenyzőnk a Farkas Júlcsi volt, aki megnyerte a harmadik és a negyedik korcsoportos lányok versenyét is, de a Nagy Dániel nyerte a harmadik korcsoportos fiúkat, és ő a nagyobbik fiúknál is érmet szerzett, és a Kuti Dominik lett a második. A körverseny második állomása Bagodon volt. A bagodi versenyen 6 versenyszámból 6-ot nyertünk meg, és 5-ben elhoztuk a második helyet is, és ezen kívül még 2 bronzérmet. Tehát én úgy gondolom, hogy a gyerekek ezen a körversenyen nagyon jól szerepeltek, és részt vettünk Budapesten 2 emlékversenyen. Egy fiatalon elhunyt tollaslabdázó Hodos Tamás emlékére kiírt emlékversenyen Szabó Zsófi nyert, és Horváth Csanád is nyert a Hodos kupán. Második helyen végzett a Nagy Dániel, és ha jól emlékszem, harmadik lett a Farkas Júlcsi. A másik budapesti verseny meg egy nagyon neves magyarországi tollaslabda szakember, aki Indonéziából települt át Magyarországra, emlékére kiírt szupármadi emlékverseny. Ott a Szabó Zsófi szintén megnyerte a versenyt, és a Nagy Dániel ezen a versenyen első helyet tudott szerezni. A Szabó Zsófi mögött Geiger Mira ért még el harmadik helyezést a szupármadi emlékversenyen, és bocsánat, de a Mira a Hodos emlékverseny is, ha jól emlékszem, akkor harmadik lett. Tehát nagyon sok eredményünk van, és így az emlékképekből élek. Szerencsére jól teljesítményt nyújtottak a gyerekek, és jól szerepeltek. Én nagyon remélem, hogy ezt a
kitartást és felkészültséget a szezon hátralévő részében tudjuk fokozni. És a legfontosabb versenyünk ugye az idén is a Diákolimpia országos döntő lesz. Én nagyon remélem, hogy a Diákolimpia országos döntőre több játékosunk is olyan indulási esélyekkel vág neki a küzdelmeknek, hogy akár a dobogós helyezések sem elérhetetlenek, sőt, mondjuk ki, minden évben úgy megyünk a Diákolimpiára, hogy vannak valós reményeink arra, hogy Diákolimpia bajnokunk legyen. Én bízom abban, hogy ez az idén is így lesz. A megyein, illetve a területén milyen mezőny várható? Mennyire tudják majd megnehezíteni a pápaiak dolgát? Én örülök neki, hogy előzetesben már Tapolcáról van a megyei versenyre jelentkező. Tapolcán ilyen amatőr felnőtt mezőny tollaslabdázik, és most úgy tűnik, hogy sikerül eljutniuk az iskolákig, vagy az iskolákat érintette már meg a tollaslabda szele, vagy ők eljutottak úgy az iskolákba, még nem volt időm velük megbeszélni. A lényeg az, hogy Tapolcáról már jelezték, hogy a megyei versenyre szeretnének eljönni. Veszprémből vannak már a megyei versenyre jelentkezők, akik ugye minden évben el szoktak jönni, de Veszprémből is van olyan iskola, ahonnan még nem voltak, és már érdeklődő jelentkező van. Hát én úgy gondolom, hogy a meghatározó a megyei versenyen a pápai játékosok nagy létszámú serege lesz, de minden évben van néhány olyan hely, ahol a veszprémiek be tudtak kerülni a területi versenyre. Nem olyan remélem, hogy a mezőny az ott is kicsit szélesedik majd, hiszen nem arra vágyunk, hogy mindent a pápaiak nyerjenek, hanem hogy jó mérkőzéseken az a gyerek jusson tovább, amelyik éppen az adott napon a jobb teljesítményt nyújtja. A területire ugye Győr-Moson-Sopron megye biztos résztvevő, Vas megyéből nem tudom, hogy az idén eljutnak-e pápár, ugye néhány évvel ezelőtt voltak, aztán lemaradtak megint a versenyek közül. Győr megyében kicsit feljövőben van a tollaslabda sportág, ennek igazán örülök. Első korcsoportos fiúknál egy félig pápai volt tanítványom, gyermeke, nagyon szép sikereket ér el. Nekem ott nincsen versenyzőm, de a Mesterházi Milán Győr megyéből ugye rendre első helyeket szerzett azokon az emlékversenyeken, amiket az előbb én is elsoroltam. Ő meghatározó lehet a saját korosztályában, de vele nem kell küzdenünk, mert nekem sajnos ott jelen pillanatban még nincs épkézláb versenyzőm. A többi korosztályban én azt hiszem, hogy biztos lesznek erős párharcok az egyes kategóriákon belül, de én bízom abban, hogy azok a pápai versenyzők, akikre én számítok, ki fogják vívni a területi döntőről az országosra való továbbjutás jogát, és az országoson is, ahogy mondtam, talán tudnak dobogó közelbe érni.